A finnek elleni kötelező zárógyőzelem tegnap csak ráadás volt, mert a magyar női kézilabda válogatott már a szlovákok idegenbeli legyőzésével kvalifikálta magát a decemberi Svédországi Európa Vajnokságra, ahol már a Győr Fradi edzőkettős helyett Dán kapitányunk lesz. Ökrös Csaba Mester edző a kilátásokról, ő a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt mondhatjuk, hogy bármilyen nehézségek voltak a magyar női kézilabdában, történt, ami történt, ezen a csoporton tudjuk, hogy ez kötelező feladat volt, nem? Természetesen, és azt gondolom, hogy a leglényegesebb az, hogy egy olyan szellemiségű és mentalitású válgatottat láttunk ismét, aki, aki bizakodásra ad okot. Ebből a sejtőző csoportból az igazán veszélyes ellenfelünk ugye Lengyelország volt, amit ellenük láttunk oda-vissza, az mennyiben volt biztató a jövőre nézve? Az nagyon biztató, különösen az első mérkőzés, a Kinti, idegen győzelem. hiszen idegenben azt gondolom, hogy magabiztos volt. Ugye a edzőpáros nem dolgozott régóta együtt a kerettel, nyilván ismert őket, de az mindig más, egy más kapcsolatrendszerben leülni a padra. Ráadásul ugye ez a kettőség, hogy most ketten csinálták, ez, ez is, hát hogy mondjam, formabontó volt. Ettől függetlenül várakozáson felül jól sikerült, hiszen az elmúlt világversenyen pont a lengyelek ellen szenvedtünk egy olyan vereséget, ami, ami végül is problémát okozott. Problémát okozott, de szövetség a hozott nekünk, de majd mindjárt erről is beszélünk. Jó döntés volt akkor ezt a két vezető edzőt megbízni a átmeneti irányítással? Mindenképpen, így utólag meg pláne mondhatjuk ezt munkakapcsolatuk is úgy láttam, illetve a nyilatkozatból és nyilatkozatokból is úgy tűnt, hogy, hogy zöggenőmentes volt. Két dudás itt megfért egy csárdában. Abszolút. abszolút. és én azt gondolom, hogy azért is lehetünk hálásak, mint nagy kézilabdás közösségtársadalom, mert hát nagyon komoly feladatuk volt eközben és, és emellett elvállalták ezt. Mondhatták volna, hogy a BR-re koncentrálnak, bajnokságra koncentrálnak. Nyilván azért ez, ez érezték, hogy szükség van erre a lépésre, és ezt bevállalták. Hál' Istennek a klubok is támogatták őket. Na most, mint mondtad, formabontó az ilyen duók működés, és általában nagyon sokáig nem is szokott tartani, csak átmeneti megbizatásoknál nyúlnak ilyen megoldáshoz. Az mennyiben volt formabontó, amit kezdettől fogom mondtak, hogy az egyikük a védekezésért, a most már a másik a támadásért lesz a felelős. Azt gondolom, hogy pont ez volt a lényeg, hogy úgymond a másiknak a dolgába nem szólnak bele. Tehát, hogy és ez pont a, persze, a tehát a le, teljesen profi dolog, le, behatárolták azt a területet, ami ami hozzájuk tartozik, megbíztak egymásban, teljesen norma, formabontó, de normális. A, a fejedben megfordult, hogy valamelyikük vihetné tovább, hogyha ketten nem is? szerintem mindenkinek a fejébe megfordult. Nem tudjuk a hátterét egész pontosan, hogy, hogy szerződéseik hogyan, meddig szólnak, milyen kötöttségekhez kell igazodniuk. Ilyen korma lévő fiatal edzők esetében akár jól működhet az a modell, hogy van egy komoly klubcsapatuk és mellett elviszik a válogatottat is? Van rá példa, úgyhogy működhet. Én inkább azt gondolom, hogy az a tapasztalatom, hogyha főállásban tud koncentrálni valaki egy dologra az, az a az a nyerő, vagy az a, az a kedvező. Ki ezt választotta most a Magyar Szövetség is, ugye ráadásul nyilván ezzel összefüggésben az is, hogy és erre van német mondás is panaszkodott, hogy minél több közös felkészülési időt kérnek egy év, ez most már 55 nap lesz, vagyis ez indokolja akkor a függetlenített kapitány, nem? Abszolút, abszolút, és az is, hogy mondjuk Magyarországon kell élnie, hogy lássa élőben tényleg mérkőzésről mérkőzésre azokat az embereket, akikre számítani fog. Miben változott a csapatjáték a német András korszakához, az időszakához képest távozását követően? Hát én azt gondolom, hogy inkább a, a nem is a, a játék felfogás, játék stílus, hanem, hanem itt az a, az a fajta, hogy mondjam, hozzáállás, amit ott azon a versenyen csak periódusonként láttunk a válogatottól, itt most nyilván ebből a, a ez a két lengyel mérkőzés volt a komoly, tehát nehéz is összehasonlítani, de az a lendület, az a, az a hit, az az akarás, az mindenképp ö, kiütközött, hogy, 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 ez úgy, úgy más, most úgy meg akarják mutatni, és összeszedték magukat. Ön most milyen állapotban lévő, mennyire kész csapatot vagy keretet fog kapni az érkező új kapitán Kim Rasmussen? Mivel új jegyző, ezért biztos, hogy nem zárta be a kapukat. Fog még találni olyanokat, akik, akik ebbe a keretbe akár bővítésként, vagy akár véglegesen is a, a következő versenyre tudnak menni. Sosincs kész egy csapat, ráadásul a, a, a korra is olyan, hogy, hogy, ha megtalálják azt a jó összhangot az idősebb, közép korú és fiatal játékosok között, akkor, akkor ez össze tud jönni, de még semmiképp nem mondanám, hogy készen van. De mekkorának érzem a merítést jelen állapotában nézve a bajnokságot, a magyar mezőnyt, a posztokat? Szóval Mekkora körből kerülnek ki potenciálisan, kerülhet neki potenciálisan a magyar válogatott játékos? Szerintem elég jó, tehát jó a merítési lehetőség. Itt, itt, még egyszer hangsúlyozom, hogy csapattá, hogy tudja körülbelül fél év múlva ezt az egészet rakni, ez, ez fogja őt minősíteni, úgymond. Na most a magyar kézdalat a közelmúltban ért fájdalmas vereségek mögött mindkétszer ott volt Kim Rasmussen, akár a BL döntőre, akár az említett lengyelek elleni tornára gondolva. Nyilván ez is benne volt az idehozatalában? Mindig közre játszik, tehát ez akár klubvezetésnél, akár szövetségnél. Aki meg tud bennünket verni, az, az tud valami olyat, ami, ami számunkra is értékes lehet. Ez, hogy a mi oldalunkon áll most reményteli, hogy, hogy majd más ellenfelekkel szemben fogja tudni megcsinálni. Látva az ő szakmai működését, amit eddig láttál tőle, alapvetően milyen változásokra számítasz stílusban, játékban, felfogásban, mondjuk az elmúlt időszak magyar edzőihez képest, vagy hát ez a vegyes páros után is? Támadásban azt gondolom, hogy a belső területek mellett ő, ő ugyanolyan súlyjal, ha nem hangsúlyosabban a külső részeknek a, a bekapcsolását hát fogja forszírozni. Mm. Igen, tehát az átlövők az egyes, a kettes védők közötti területnek a, a megjátszása és abból a szélre. Tehát inkább egy középről kifele történő támadás vezetést. Ez annyira, bocsánat, hogy közben, ez annyira nem mondhatjuk azt, hogy nem jellemzi a, a, az itthoni a magyar kézilabdát? Um, inkább, inkább az én életet? szerintem szeretnék az edzők, hogy ezt játsszuk, mert, mert ez a világ ebbe az irányba halad. Itt az a kérdés, hogy hogyan tudjuk rávenni, hogyan tudjuk kiképezni azokat a játékosokat, akik ezekben a döntési helyzetekben vannak, hogy azt az irányt, azt az oldalt, azt a megoldást válasszák. Tehát ezt a súlykolást és ezt a... Én azt gondolom, hogy lehet, hogy, hogy egy, egy, egy olyan fajta eltökéltséggel, hogy, hogy ez a játékrendszerünk ki játsszuk ezt. Tehát a szabadság a játéknak talán meg fogja találni, hogy mi legyen szabad és mi legyen kötött. Elsősorban a csapatait az jellemezte, hogy az első periódusban, amikor a mérkőzéseknek a gyakorlatilag a, a, a elkezdése és a, a ritmus felvételére egy abszolút kötött játék, egyszerű kötött játék, semmi ö, nagy változtatás, és amikor megvan ez a ritmus, akkor ö, engedte, most tesz, hogy ez az ő vagy a, a játékosainak, de hát egy csapatot, ha nézünk, akkor az, a, az az edzőt minősíti, engedte, hogy kibontakozzon esetleg improvizatívabb jellegű módon. A védekezése szerintem hatos falnál fog maradni, elsősorban magas belső emberekkel, többnyire a, a, az ember váltásra fog, tehát hogyha elhagyják a pozíciót, a előttük levő támadók, akkor megpróbálnak váltani, és mögötte besegíteni, szaggatott vonalik. tehát én nem, nem várom, hogy egy nagy nyitott, tehát egy teljesen más formátumban nem is lenne szabad, hiszen kevésre az idő, hogy az az kialakuljon most miután itt egy hosszú távú együttműködés körvonalazódik, hiszen ugye Tokióig szól a és az lesz a, a fő cél a külföldi kapitánya, ez nyilvánvalóan egy nagyon komoly szakmai együttműködést kellene, hogy igényeljen a magyar e, hátországgal, a magyar edző szakmával. Például a utánpótlásban is érdekelként hadd kérdezzelek, jobban rá kell feküdnünk, hogyha a poszt specifikus képzést nézzük, akkor az, hogy jó szélsőket termeljünk ki? Szerintem nem ezzel van a gond, hanem, hanem gyakorlatilag, amit a, a Kár Bőm én azt hiszem annak idején, hogy, hogy olyan fizikumot, olyan erőnlétet tudjunk mögéjük tenni, játékosok mögé tenni, hogy ne csak a heti egy vagy két bajnoki vagy, vagy BL megmérettetésben tudjanak, hogy mondjam, aktívan részt venni, hanem világversenyeken a sorozatterhelést is bírják, mert itt döntően ez a, ez a, mindig ez a, ez a probléma. Tehát én azt gondolom, hogy képzettek, jól felkészültek technikailag, taktikailag, és a játékosok az a kondicionális háttér, ami összefor ezzel a technikai, taktikai tudással, ez legyen. Na, meg. Az, és abban kell fejlődni. Abban, abban igen, tehát abban, abban én azt gondolom el is indult valamiféle támogatottság minden irányba, én reménykedem, hogy, hogy ez, ez, sikerül. Most az, hogy hosszú távú terv, én ha jól tudom, a Dusebájev mesterrel is hosszú távra tervezett mindenki, nem úgy sikerült. Tehát ez, ez majd a folyamatos igen, munka, Igen, ez, pont ezt akartam kérdezni, hogy, hogy igen, mert hogy azért az a helyzet, hogy, hogy, hogy közben nyilvánvalóan Eredménykényszer nélkül nem fogják hagyni évekig dolgozni őt, de már vajon idén a decemberi női jelbén is komoly nyomás lesz rajta? Biztos vagyok benne, de, de ezt ő tudja, tehát ő, ő, ő ebben él, elfogadta. Egyrészt a játékosok felé, meg még mindenki felé komolyan nyomás, hiszen kézilabda révén szó Magyarország, nem, nem Igen. mondhatjuk azt, hogy építjük, építjük. persze építjük, de nem mindegy, hogy milyen játékkal ö, szerzünk meg bizonyos helyeket. Pénteken sorsolás, ö, kialakult ugye már a mezőny, van-e kívánság is, kéne elkerülni? Hát a nagyokat mindenképp, aki az elején tartósan ott tud lenni régóta, úgyhogy ö, ugye erős a mezőny, de hát ez egy, ez egy, ilyen, egy ilyen versenyen Abszolút jogos, nem, nem tudok olyan sok, 6-7 csapat, 8 csapat is van, aki, akivel ö, nagyon komoly meccset tudunk vívni, valakinél kicsit kisebb az esély, hogy legyőzzük, ö, valakinél nagyobb. Köszönöm szépen, hogy itt voltál! Én is köszönöm!